Nyolcadik fejezetben vagyunk, és olvassuk is Zsidók közék levél 8. fejezetének 7-től 13-as versig tartó szakaszát. Mert ha az első hibátlan lett volna, nem lett volna helye egy másodiknak. Mert hibáztatja őket, amikor így szól, íme eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Juda házával, nem olyan szövetséget, amelyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről, mivel azonban ők nem maradtak meg az én szövetségemben, én sem törődtem velük, így szól az Úr. De ez lesz az a szövetség, amit Izrael házával ama napok múltán kötök, így szól az Úr. Törvényeimet elméjükbe adom, és szívükbe írom azokat, és Istenük leszek, ők pedig az én népemmé lesznek. Akkor senki sem tanítja többé így a társát és testvérét. Ismerd meg az Urat, mivel mindenki ismerni fog engem, a kicsinyek és nagyok egyaránt. Mert irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűnékről nem emlékezem meg többé. Amikor az újról szól, elavulttá teszi az elsőt. Ami pedig elavul és megöregszik, az közel van az elmúláshoz. Az új szövetség, amiről a Zsidókhoz írt levél is beszél, az nem egyszerűen egy új szövetség, egy új kapcsolati forma Istennel, hanem ez a végső szövetség, az utolsó szövetség, az örök szövetség. Ebben a levélben maga az örök szó, az 30-szor szerepel. Valamilyen módon 30-szor szerepel. Nem véletlenül. Mert itt olyan dolgokról van szó, és ez azt is jelenti egyébként, hogy dupla annyiszor, mint a jelenések könyvében. A jelenések könyve 22 fejezet, a Zsidókhoz írt levél 13 fejezet. Mégis, és a jelenések könyve a végidőkről szól, illetve a végidőkre tekintettel beszél a mai napokról. De ennek ellenére ott fele annyiszor van szó, vagy fele annyiszor kerül elő az örök kifejezés, vagy az örök szóhoz kötődő egyéb különböző dolog, ami az elkövetkezendő jövőre mutat. Tehát nagyon arra koncentrál, és nagyon azt akar bemutatni, hogy az új az egy teljesen végső is, az új az örök is. Ezért nem kell várni semmi másra, mert megint csak a zsidókban felmerülhetett esetlegesen, hogy hát volt egyszer egy ószövetség, ott mondott Isten valamit nekünk a Sínain, utána eljött Jézus, ő is mondott valamit, akkor lehet, hogy még fog jönni egy harmadik is. Még várjunk valaki másra is, még valami más is fog történni, ami hasonló eget rengető dolog, akár mint a sínai, akár mint Jézusnak, és szó szerint, akár mint Jézusnak az eljövetele? Tehát van még ezen túl, vagy ez a vége? Vagy ez kinyilatkoztatásnak a teljessége, tökéletessége? És muszáj hangsúlyozni, hogy ezért is nem jön más. Krisztus azért is az első fejezet legelején azt mondja, hogy a végső időkben, az utolsó időkben szólt ezeken keresztül, profétákon, egyéb különböző embereken keresztül, tehát a végső időkben, az utolsó időkben az ő fián keresztül szólt. És a fián keresztül lezárult az, amit ő akart mondani. Mondhatja valaki, de hát akkor miért van itt benne a Bibliában Pál apostol, meg Péternek a levele, meg miért van benne tényleg a jelenések könyve? Hát ők Jézus után voltak, nem? Igen, de nem mondtak ellent, illetve a jelenések könyve tulajdonképpen Jézus, úgy is lehetne mondani, hogy Jézusnak a könyve, hiszen ez az egyetlen könyv a Bibliában, ami diktálva lett. Megmondta az angyal időnként, hogy most ezt írd meg, másról meg azt mondja, hogy ezt most ne írd meg. Hát ott még direkt meg lehet mutatni, hogy mit kell megírni, meg mit nem kell megírni. Tehát az egy ilyen szempontból egy különleges dolog, de nem adnak többet olyan módon, hogy nem új kijelentés, nem valami újfajta dolog, újfajta megváltási módszer, valami kiskapu, vagy valami egyéb olyan, amivel ők megváltoztatnák, vagy kicsit is befolyásolnák, vagy kicsit is elvennének, vagy hozzáadnának ahhoz a műhöz, amit Krisztus hajtott végre, és amiről Krisztus beszélt. Mert ők csak azt csinálják, hogy alkalmazzák azt, amit az Ószövetségbe, meg Krisztus által kinyilatkoztatott Isten. Nem csinál más
Pál apostol se, Péter se, János a levelével, vagy akár Jakab, vagy akár Júdás, ugye Jakab, Júdás, ugye Jézus testvérei, nem csinálnak más, csak alkalmazzák azt a tudást, amit a Szentlélek által természetesen alkalmazva arra a bizonyos szituációra. És elmondva azt, hogy mi azzal kapcsolatban Istennek az akarata. Tehát nem jön más, nincs másra szükség. El kell neki mondani, le kell írni, többször is itt a zsidókhoz írt levélben, hogy Krisztus a végső. Mert Isten fia az, aki megjelent. A Szent Háromság második személye az, aki megjelent. És ő a zárókő, ő a szegletkő. Róla szól az Ószövetség. Róla tesz bizonyságot az Ószövetség. Őt várja mindenki az Ószövetségben, meg legalábbis ugye, akik értették is, hogy miről szól az Ószövetség. Hiszen az Ószövetség mindenestől Krisztusra mutatott. Nem kell másra várni. Azt is látjuk itt, hogy nem is engedi elkülöníteni az Ószövetséget, úgymond, kapcsolati értelemben igen, de erkölcsi értelemben, Isten tevékenységet illetően nem különíti el az Ószövetséget, meg az Új Szövetséget. Nem azt mondja, hogy ez a kettő, ez egy tökéletes egészet alkot. Ezért nem is mondja azt, hogy egy, ez az egyik, ez a másik, és akkor esetleg jön egy harmadik, nem azt mondja, hogy ez a kettő, ez egy egészet alkot, ezért nincs is értelme semmit sem keresni ezen kívül. Hiszen az egészhez nem lehet hozzáadni, nem lehet az egészet még egészebbé tenni. Tehát nem kell semmire sem várni, semmi újabbra várni, sem személyben, hogy valaki majd jön, sem pedig valami kínálkoztatásban, kijelentésben, hogy valamit még Isten el fog mondani, ami az üdvösséget érinti. Mert természetesen egyéni, vagy akár egy szűkebb társaság részére proféciát adhat Isten ma is, és ad is ma is. Adhat kinyilatkoztatást, de a személyre vonatkozóan, nem az üdvösségre vonatkozóan, nem úgy, hogy az egész egyháznak azt valahogyan kéne tudnia és alkalmaznia. Ilyet már nem fog tenni Isten. És mi pedig Krisztushoz, a Szent Háromsághoz és az Isten által adott kinyilatkoztatáshoz ragaszkodunk. És ezért elvetjük, és Istenen véteknek tartjuk, támadásnak tartunk mindent, ami olyan fajta kinyilatkoztatás, vagy beszéd, vagy tanítás, ami kilép a Biblia tanításából. Vagy el akar bőle venni, vagy hozzá akar adni. Mi elvetjük az ilyen dolgokat. Lehetnek ezek különböző gyülekezeti hagyományok is, amit olyan ártatlannak gondolna az ember, hogy hát mi ezt így szoktuk meg. Hát ha nincs a Bibliában, hogy így kéne, hogy megszokjátok, akkor sajnos ez Isten ellen való vétek. Egy kárhozatos dolog. Gyülekezeti hagyományok nagyon sok tekintetben, nagyon sokszor kárhozatos dolgok. Látjuk azt is, hogy ugye a Római Katolikus Egyház emelte fel a hagyományokat a kinyilatkoztatáshoz. És azt mondta, hogy az ugyanolyan érvényes és ugyanolyan kinyilatkoztatás, a hagyományok a századokon keresztül berögzült különböző dolgok, tanok, dogmák, mint amit a Bibliában olvashatunk. De új kinyilatkoztatásként, ugye a Római Katolikus Egyházat említettem, de ott vannak a mormonok, a Jehova tanúi, és különböző egyéb újfajta irányzatok is, amik protestantizmus részén, vagy éppen pünkösdi, vagy annak a szélén jelennek meg, gazdagság, egészség evangélium, a jólét evangéliumának a hirdetői. Ez mind kárhozatos dolog. Hozzáadnak a Bibliához, vagy elvesznek a Bibliából. Mind, ezek mind mérgezőek, mind lélekölő tanítások. Tehát ezeket mi elvetjük. Igyekezzünk tényleg, ha már egyszer van egy végső kinyilatkoztatása Istennek, akkor igyekezzünk ehhez a végső kinyilatkoztatáshoz csatlakozni. És azt mondani, hogy akkor ez a végső kinyilatkoztatás, amit mi vallunk, ha már egyszer az Isten fia adta, akkor értékeljük azt, hogy ő mit mondott, és mit adott nekünk. Ne térjünk el tőle. De, mint mondtam, ugye az új szövetség az utolsó és örök szövetség. Miért mondom öröknek? Természetesen nem úgy értem ezt, hogy a
teremtés előtt meg lett volna, ezért lenne örök, hanem úgy örök ez a szövetség, hogy az egész emberi történelemben ez az egyedül üdvözítő szövetség. Tehát a teremtéstől fogva mindenki, aki Istené volt és a mennybe kerül, az emiatt, az új és örök szövetség miatt, és tulajdonképpen Krisztus miatt, hiszen ő maga az új szövetség, kerül a mennybe. Láttunk egy felsorolást a 10-12-es igeversekben, amiben az új szövetség ígéreteit, áldásait láttuk. És négy párhuzamot olvashatunk itt, és láttuk, hogy az első párhuzam, amit meg is néztünk az előző alkalommal, hogy törvényemet elméjükbe adom, és szívükbe írom azokat. Ez az első párhuzam, elme és szív. A második párhuzam, hogy Istenük leszek, ők pedig az én népemmé lesznek. Istenük és népük, ez ugye a párhuzam. Harmadik, hogy senki sem tanítja többé a társát, testvérét, ismerd meg az Urat. És ennek a párhuzama ugye, hogy mindenki ismerni fog engem, kicsinek és nagyok egyaránt. És az utolsó párhuzam, mert irgalmas lesz-e gonoszságaikkal szemben, aminek a párhuzama, hogy bűneikről nem emlékezem meg többé. Tehát megnéztük ebből az elsőt, hogy törvényemet az elméjükbe, ugye itt beszéltünk róla, hogy ez a tevékeny akarat, tehát nem csak egyszerűen passzív tudásról van szó, hanem egy tevékeny akaratról van szó. Ezt az elméjünkbe adja, és a törvényét a szívünkbe írja. És láttuk, hogy tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy az egész ember megújul. Annyira más lesz, amint ezt látjuk a főpapi imában is, Jézus főpapi imájában, ahol azt mondja a 17-es fejezet 16-os végversébe, hogy ahogyan én nem ebből a világból való vagyok, úgy ők sem ebből a világból valók. Mondjuk ezt megfordítja, hogy én nem ebből a világból vagyok, ők sem ebből a világból valók. És így is kell viselkedni, vagy így is kell magunkra nézni, hogy nem ebből a világból valók vagyunk. Ezért nem kell beleillenünk a világnak a mintájába. Nem kell, hogy beleidomuljunk ahhoz, hogy mit szokott csinálni egy világi ember. És akkor mi is nagyjából azt szerint rendezzük be az életünket. Mert ezt a változás, hogy mi nem ebből a világból valók vagyunk, ha ez ténylegesen egy igazság, akkor ezt az életünknek tükröznie kell. És azért mondom, hogy kell, nem egy ránk tukmált valami, mert hogy természetesen a kutya az, majdnem azt mondtam, hogy nyávog, de a kutya az ugat, a macska meg nyávog. Nem kell neki, a kutyának nem kell ugatnia, macskának nem kell nyávognia, nem dönt arról, hogy most én most ugassak vagy nyávogjak, hanem azt teszi, ami ő. Ha mi nem ebből a világból valók vagyunk, akkor természetesen úgy fogunk tenni, mintha nem ebből a világból lennénk, hiszen az jön belőlünk. Nézzük hát a második párhuzamot. Istenük leszek, és ők az én népemmé lesznek. Ez az ígéret sem új. Ez egy idézet a Jeremiás könyvéből. Nem az új szövetségnek az igéje ez, hanem az új szövetségről szóló, ószövetségben megtalálható ige szakasz. De ez, hogy Istenük leszek, és ugye népemmé lesznek, ez a Jeremiás könyvében, ahonnan való ez az idézet, ott 7 alkalommal szerepel. Csak a Jeremiás könyvében 7 alkalommal szerepel. De először, ezt gondolhatnánk is, hogy kinél hangzott el, tehát Ábrahámnál hangzott el először ez az ígéret, és úgy hangzott el ez az ígéret, nem szóról szóra, de tulajdonképpen ez a lényege, a Mózes első könyve 12-es fejezetének a második és harmadik igeversében így olvashatjuk. Nagy néppé teszlek, és megáldalak, nagyjá teszem neved, és áldást veszel, megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Tehát azt mondja tulajdonképpen, hogy én az Istened leszek, megáldalak téged, nagy néppé teszlek, stb. Nagyjá teszem nevedet, általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Tehát valahogy benn van az istenség, meg hogy veled kezdek valamit. Belőled létrehozok valamit. Belőled nép támad, illetve népek támadnak. Valahogy áldott lesz, mégis
egy embertől több nép nem nagyon, vagy nagyon ritkán származik. Ábrahám 10. generáció volt Noétól számítva. Tehát megígérte neki. A következő, és az utódainak is megígérte ezt egyébként. Ezt láthatjuk a 17-es fejezetben, szintén még a Mózes első könyvében. 17-es fejezet, 7-es igeversében így olvashatjuk. Szövetségre lépek veled, sőt utódaiddal is, örök szövetségre minden nemzetségükkel, mert Istened leszek, és utódaidnak is. Tehát Istened leszek, és utódaidnak is, és szövetségre lépek veled, és az utódaid minden nemzetségével. Tehát itt is látjuk azt az Isten, hogy én az Istened vagyok, leszek, és a nép is az én népem lesz. Majd Mózesnek is ezt ígéri, amikor kivonulnak Mózes második könyvében, illetve a kivonulás előtt még, Mózes elhívásakor, és akkor, amikor bemutatja, hogy mit kell tennie, és hogyan kell azt tenni a fáraónál, 6. fejezet 7-es igeversében ezt olvashatjuk. Népemmé fogadlak titeket, és a ti istenetek leszek, és megtudjátok, hogy én az Úr vagyok a ti istenetek, aki megszabadítalak benneteket az egyiptomi kényszermunkától. Tehát látjuk, hogy itt is azt mondja, én népemmé fogadlak titeket, és én a ti istenetek leszek. Az Ószövetségben ezt a fajta fogadalmat legalább 16-szor elismétli Isten. 16 alkalommal, ugye beleszámolva ezt is, ez már akkor 17 alkalom. Megvalósul ez a dolog, amit itt ígér Mózesnek? Ténylegesen a nép az Isten népe lett, és Isten pedig az ő Istenük lett? Mondhatjuk azt, hogy igen, megvalósult. Megvalósult. Nagyon sokszor hivatkozik Isten arra, hogy ti az én népem vagytok. És a nép is hivatkozik, hogy Isten a mi Istenünk, és mi az ő népe vagyunk. Tehát erre nagyon sokszor van hivatkozás, hogy igen, ez megvalósult, hiszen abban látták ennek a megvalósulását, hogy Isten kihozta őket Egyiptomból, és bevezette őket Kánaán földjére, nekik adta a földet. Tehát ez megvalósult. Megvalósult abban, hogy ott volt a sátorban, ott volt a Szentek Szentjében, aztán ott volt, miután Dávid tette, amit tett, megtervezte a templomot, összehozott hozzá minden, de a fia megépítette a templomot. A templom jelenléte mutatta, hogy igen, Isten az ő Istenük, és a nép az ő népe. Ha ez igaz, és látjuk nagyon sok jelből, hogy ez igaz, akkor miért beszél az Ezékiel 11-ben úgy, hogy egy szívet adok majd, 19-20-as igevers, egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből a kőszívet, és 20 szívet adok nekik, hogy rendelkezésém szerint éljenek, törvényemet megtartsák és teljesítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Miért mondja akkor itt Ezékiel, hogy fogalmaz? Jövő idői módon fogalmaz. Nem úgy fogalmaz, hogy én kihoztam őket Egyiptomból, és Istenük lettem, és az én népemé lettek, hanem értelmeszerűen az is fogalmaz jövő időben, mert itt valami a jövőben meg fog történni. Valami a jövőben meg fog történni. És itt is Jeremiás is úgy fogalmaz, hogy és Istenük leszek, ők pedig az én népemé lesznek. Nem azt mondja, hogy hát már most ők teljes jogúan, vagy teljes mértékben, vagy olyan minőségben, amilyen minőségben az új szövetség ezt meg tudja adni, ők az én népem, és én az ő Istenük vagyok. Azért is mondja így jövő időben, mert hogy ténylegesen, valóságosan egy minőségi változás az, ahogyan Izrael megtapasztalta azt, hogy Isten az ő Istenük, és ők Isten népe, és mi az új szövetségi hívők, az új szövetségi egyház, a láthatatlan egyház megtapasztalja, az összes hívő megtapasztalja, hogy igen, Isten az én Istenem, és én az ő népe vagyok. Ez egy nagyon nagy minőségi változás, minőségi ugrás van a kettő között. Az új szövetségi Isten és nép viszony között, és az új szövetségi Isten és nép viszony között. Mert hogy ez a párhuzam, ez a második párhuzam, amit itt látunk a zsidókhoz írt levélben, 8-as fejezetében legalábbis, az 10-es igeversében, az
Az erről a viszonyrendszerről beszél, az Isten nép viszonyrendszeréről beszél. Sok ilyen van az emberi történelemben, amikor valamiféle istenség meg a nép között van valami viszony. Papíron, képzeletben nagyon sok van. Nem újdonság az, hogy egy népnek van valami bálványa, vagy egy népnek van valami istene. Tehát ez a történelemben szinte minden törzs, minden nép valamiféle transzcendens, isteni, vagy bármilyen dolgot képzelt magának, és azt gondolta, hogy valamiféle viszonyunk van vele. Ez a Bál kultusz, a Molok kultusz, mindenféle dolog, ami a Bibliában is megjelenik, ott is valamiféle viszony van, valamiféle földön túli istenségszerű lényel, de természetesen azok nem igazak. Mert valóságban csak egy hitrendszer van, ahol ez ténylegesen megvalósul és működik, mert ez az egyetlen igaz hitrendszer, ugye maga a bibliai hit. És ez valóságos. Mi meg is tapasztaltuk, hogy Istennel, a transzcendenssel van nekünk embereknek valamiféle viszonyunk. Hogy valósult meg ez a viszony az Ószövetségben? Az Ószövetségben ez a viszony, erről már beszéltünk korábban, csak szeretném tisztázni a dolgot, hogy világosan lássuk ezeket a dolgokat. Az Ószövetségben ez a fajta viszony, az Isten, az, hogy Isten a népnek az istene, és a nép pedig Isten népe, ez a viszony úgy tudott megvalósulni, és úgy tudták ezt megtapasztalni, hogy részt vettek az áldozati szertartásokon. Ez volt Isten megközelítésének a módja, hogy megtették, hogy elmentek a templomba, és ott csináltak bizonyos dolgokat. Áldozatokat mutattak be. De ha valaki már legalább egyszer olvasta az Ószövetséget, és nem csak egy-két igeverset olvasott belőle, akkor világosan látja, hogy ott volt embereknek személyes viszonya is Istennel. Mert látunk profétákat, látunk királyokat, látunk egyéb embereket, akik valamilyen módon kapcsolatba kerültek Istennel. És ehhez a kapcsolathoz, hogy valamiféle kapcsolat legyen, nem kell bemenni a Szentek Szentjébe. Mert hogy a Szentek Szentjében volt Istennek a jelenléte, és valahogy ezek az emberek Isten jelenlétét szinte olvasva esetleg keresztényként is vágyhat esetleg valaki arra, hogy olyan beszélgetéseket folytasson Istennel, mint amit néha Dávidnál olvasunk, hogy Dávid megkérdezte Istent, Isten válaszolt, Dávid válaszolt Istennek, egy beszélgetés alakult ki. És az ember furcsa néha, hogy az Ószövetségben vannak beszélgetések Istennel. Le van írva, hogy Isten mit mondott, utána erre mit válaszolt, utána Isten mit mondott, mit válaszolt a másik. És az ember azt mondja, hogy de jó lenne ezt itt is megtapasztalni. És néha az az érzése ilyenkor, vagy lehet az az érzése ilyenkor valakinek, hogy mintha az Ószövetségben több minden, vagy nagyobb mértékű kapcsolat lett volna az emberek meg Isten között. Ezekből a beszélgetésekből kiindulva, hogy ennek a lehetősége nagyobb lett volna, de ez nem így van. A legnagyobb lehetőség a beszélgetése Istennel természetesen akkor volt, amikor Jézus itt a Földön jelen is volt. De a beszélgetése most is van lehetőség, olyan módon, hogy szerintem emlékeztet bennünket a különböző igeversekre, tehát amik ha legalábbis ha ismerik a Bibliát, eleget olvastuk, ha a szívünkbe meg az elménkbe fogadtuk, ami a Bibliában benn van, akkor Szentlélek tud emlékeztetni dolgokra is, és ez egy beszélgetésé is tud alakulni. Hiszen alkalmazza az életünkre, adott szituációnkra, az adott kérdésünkre, és az ő válaszára adott másik kérdésünkre tudja alkalmazni azt, ami az igében le van írva. Tehát látjuk azt, hogy az Ószövetségben is vannak olyanok, akik mindenféle ceremónia nélkül volt a kapcsolatban. Legalábbis amikor felvették Isten a kapcsolatot, vagy amikor Isten felvette velük a kapcsolatot, nem éppen a Szentek Szentjébe térdepeltek le, vagy borultak le Isten előtt. Hogy lehetséges ez? Úgy lehetséges az, hogy személyes kapcsolatuk volt embereknek az Ószövetségben is, hogy Isten személyesen megszólította őket és elhívta őket. Ugyanúgy, nagyjából, mint ahogy bennünket is. Hiszen bennünket is Isten szólított meg, és hívott el.
aki keresztény, az megtapasztalta azt, hogy Isten őt elhívja, hogy Isten őt megszólítja. Tehát ők, ezek az ószövetségi alakok, ezek az ószövetség módján kapcsoltak Krisztushoz, kapcsoltak Istenhez. Nem az ószövetségi módon kapcsoltak Istenhez, hanem újszövetségi módon kapcsoltak Istenhez. Megint csak valaki megkérdezheti, hogy akkor mi ez a nagy változás? Ha az ószövetségben is voltak olyanok, és most itt az irodalmi vagy a történelmi részről beszélek, mint ahogy az újszövetségben is, akkor mi itt a változás? És itt van az, hogy itt kicsit a magyar nyelv összecsúsznak dolgok. Az ószövetséget lehet úgy értelmezni, mint egy időszakot, meg az újszövetségi időt is lehet úgy értelmezni, mint időszakot. De maga az a szó, hogy ha nem egybeírjuk, hogy ószövetség, meg új szövetség, ezek nem időszakokat határoznak meg, hanem kapcsolati viszonyokat határoznak meg. Mert élhet valaki ószövetségi módon most is, és megpróbálhatja az ószövetségi viszonyrendszert most is megvalósítani itt ebben az időszakban, és az ószövetségi időszakban is voltak olyanok, ezek az emberek, akik új szövetségi módon viszonyultak Istenhez. Vagy úgy alakítottak ki Istennek kapcsolatot, vagy jobban mondva, Isten alakított velük ki úgy kapcsolatot. A nagy változás, ugye, mert mondtam, hogy minőségi változásról van szó, az az, hogy az ószövetség népe nem egybeírva, csak egy kis része volt igazán új szövetségi, megint csak nem egybeírva. Míg az új szövetség népe teljes egészében új szövetségi, azaz mindenki, aki az egyháznak a része, láthatatlan egyház része, a személyes kapcsolatot ápol Istennel. Tehát a legfőbb tulajdonsága ennek a kapcsolatnak, az új szövetségi kapcsolatnak az, hogy személyes. De személyes, ugye abból is látjuk, és ezt is mondja valamennyire, ezt is feltételezi maga ez, normális esetben legalábbis, hogy Istenük leszek, ők pedig az én népem mi lesznek. Ez is ebben is megjelenik, hogy ez valamennyire személyes kapcsolat. Az Ószövetségben nagyon nem volt személyes kapcsolat. Az Új Szövetség, megint csak nem egybeírva a kettő, tehát nem az írásműről beszélek, vagy a történelmi időszakról beszélek esetlegesen, hanem magáról a kapcsolat rendszerekről beszélek. Ez pedig egészen más, hiszen személyes, teljesen személyes. Nem csak úgy személyes, ahogy mi embereknek van személyes viszonyunk egymással. És azt mondhatjuk, hogy hát nekem nem tudom én, a Sanyival van, találkozunk időnként, írunk egymásnak, vagy telefonon beszélünk egymással, vagy bárkit lehetne mondani. Tehát nem így van valami személyes kapcsolat, vagy nem úgy, mint nekünk gyülekezet tagoknak van egymással személyes kapcsolatunk, viszonyunk, hogy időnként találkozunk, vagy időnként telefonunk, vagy időnként váltunk egymással üzenetet. Ez nem az a fajta személyes kapcsolat, amit Isten létrehozott itt az új szövetségben. A vele való személyes kapcsolatunkat jellemzésére nézzük meg a Korintusokhoz írt második levelet. Korintusokhoz írt második levél 6. fejezetében a következőt láthatjuk. 14-es, 16-os igeversek. Ne legyetek a hitetlenekkel felemás ikában, mert miköze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy miköze van a világosságnak a sötétséghez? Vagy mi azonosság van Krisztus és Béliál között? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között? Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogy az írás mondja, közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Ez egyébként, ez hogy Istenük leszek, és népem lesznek, ez két alkalommal fordul el az új szövetségben.
És a zsidókhoz írt levélben látjuk az egyik ilyen esetet, és ez pedig a másik eset, amikor ez a fajta gondolat és kép, ez megfogalmazódik az Újszövetségben. Mind a kettő idézet, Újszövetségi idézet. Tehát mit látunk itt? Látunk kétfajta időt. Most nem is akarok az idő miatt, nem akarok az első részével foglalkozni, de ott elmondja, hogy különböző viszonyok hogy vannak a hitetlenekkel, felemásig a sötétség, világosság, sötétség. És azt mondja itt, ugye, múlt, jelen, jövő idő hogy jelenik meg itt esetlegesen, jövő időt látjuk az ígéretekkel kapcsolatban, hogy közöttük fogok lakni, járni, Istenük leszek, és ők pedig a népem lesznek. Tehát itt jövő idők fogalmaznak meg, ez egy idézet az Ószövetségből. De jelen időben mondja azt, hogy mert mi az élő Isten temploma vagyunk. Nem azt mondja, hogy az élő Isten temploma leszünk, hanem azt mondja, hogy vagyunk. Ahogyan Isten is mondja, közöttük fogok járni. Istenük leszek, népemmé lesznek. Azt mondja, hogy ez az ígéret, ez az Ószövetség ígéret, ez megvalósult, és ezért ti most, jelen pillanatban az Isten temploma vagytok. Tehát tulajdonképpen ezt a kettőt ő azonosítja. Az, hogy Istenük leszek, ő népem lesznek, ez ugyanaz, mint az Isten temploma. Mint Istennel való egység. Tehát ez, amit itt ígér, itt a zsidókhoz írt levél 8-as fejezetének, 10-es versének a végén, ez azt jelenti, ez az ígéret, ez a kapcsolat, hogy mi az ő élő, Isten élő temploma vagyunk. Ez az ígéret, ez a párhuzam, hogy ő, a mi Istenünk, mi az ő népe, ez így valósul meg. Ez a megvalósulási módja, megvalósulási formája itt az Újszövetségben. És ez az élő templom, ez úgy valósul meg, azért élő ez a templom, mert hogy új teremtés lettünk. Ezek a párhuzamok, ezek egymásra is épülnek. Előbb ugye beszélt arról, hogy a törvényt az elménkbe és a szívünkbe adja, ezzel elmondta, hogy új teremtés leszünk. És mivel új teremtés vagyunk, új szívet, új lelket, új akaratot kapunk, ezért Isten belsővé vált számunkra, nem külső viszony, nem belső valóság az ő jelenléte, ezért tudunk mi az ő temploma lenni, az ő élő temploma lenni. Ez, látjuk, hogy hogyan kapcsolódik ez a két párhuzam egy és egybe. Mi, amellett, hogy nem ebből a világból vagyunk, nem ebből a világból származunk, ugye ez volt az előző párhuzamnak a vég kicsengése, azt is látjuk, ennek pedig a vége az, ennek a végső mondani valója, a legmagasabb mondani valója az, hogy mi az élő Isten temploma vagyunk. És mivel az élő Isten temploma vagyunk, értelmszerűen egyébként logikusan nem is e világból származók vagyunk. Hiszen hogy lehetne valaki, egy személy, egy templom? Ez nem egy evilági dolog. De arról, hogy ez nem egy külső viszony, hanem egy belső viszony, hogy ő belénk költözött, ő bennünk van, hogy nem egy külsőleg vagyunk kapcsolatban vele, mint hogy mi egymással kapcsolatban vagyunk, hanem bennünk van, nem csak úgy, hogy mint a szerelmesek ugye mondják esetleg egymásnak, hogy hát te már a szívembe költöztél, vagy a szívemben hordlak téged, nem tudom milyen dolgot szoktak egymásnak mondani a szerelmesek. Tehát, hogy az ember érzi magában a másik felet, a házastársát, de nincs jelen. Lehet, hogy gondolja, hogy na, ő ezt mondaná erre, ez könnyen előfordul, de nem mondja, csak mondaná. De amit Isten mond bennünk, az pedig ő ténylegesen mondja. Korintusiakhoz írt levél, első levél, 6-os fejezete, 19-es 20-as igeversében ezt olvashatjuk, hogy vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szent Lélek temploma, és ezért nem a magatokai vagytok, mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Isten testetekben. Látjuk ezt. És látjuk azt is, hogy Jézus is erről beszél, vagy beszél erről,
A János evangéliumában, János evangélium a 14. fejezete, amikor a Szentlélek ígéretéről beszél, akkor azt mondja Jézus, 14-es fejezet 17-es igeversében, hogy az igazság lelkét ugye kapjuk, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Azt mondja, hogy bennetek lesz. Egy belső, nem csak új szívet, új elmét kapunk, hanem belsőleg bennünk, belénk költözik Isten, lakozást vesz bennünk, ahogy a régi kifejezés mondja. És ezt Jánosnál több helyen is olvashatjuk. Például János első levele, 4-es fejezetének, 4. fejezetének 13-as, 17-es igeverseiben ezt olvashatjuk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus fia, Jézus Isten fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben, és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket, Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljesen a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Hát ebben a rövid ige szakaszban többször is elmondja, hogy ő mi bennünk marad, a lelkéből adott nekünk, ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban Isten marad, ő pedig abban Isten marad, ő pedig Istenben. Aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. És azt mondja a 17-es versben, ugye, hogy mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Tehát egy abszolút egységről beszél, Isten és mi közöttünk lévő egységről beszél, amit nem valósulhatna meg, ha Isten kívül lenne. Úgy tud megvalósulni egyedül ez az egység Istennel, ha Isten valamilyen módon, mérhetetlen módon, ha lemértük volna magunkat egy mérlegen megtérésünk előtt, meg megtérésünk után, akkor a mérleg valószínűleg nem mutatna más értéket. És akkor valaki azt mondaná, hát akkor most mekkora súlya van Istennek a te életedben? Hát nem akkora, amekkora változás történt, mert az ugye nulla. Remélhetőleg egy megtérés után az ember életének a fő súlya az Isten. Nem a saját súlyom, hanem Isten súlya az. Az életemben van, az életemről beszél. És azt mondja ugye itt, és ez nagyon érdekes, erről is egy egész tanítás sorozatot lehetne tulajdonképpen mondani, amikor azt mondja, hogy mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Bennünk és rajtunk keresztül van, és bennünk és rajtunk keresztül szól a világban, a világhoz, emberi szavakkal, történetekkel. Mert természetfeletti csoda az minden keresztényel megtörtént. Minden keresztény megtapasztalta a transzcendens, megtapasztalta Istent, és megtapasztalja remélhetőleg minden nap is, amikor imádkozik hozzá, amikor vele éli az életét. Mert a megtérés egyébként a világmindenség legnagyobb csodája, hogy valaki megtér, hogy valaki új szívet, új akaratot kap. Ennél nincs nagyobb csoda. A halott feltámasztása az közel sem akkora csoda, mint valakinek a megtérése. És ma úrvacsorázni fogunk, az úrvacsora is erről az egységről beszél, hogy ahogy ő van ebben a világban, mi is úgy vagyunk ebben a világban.